Sziasztok! Sajnos egy ideje nem volt alkalmam videót forgatni nektek, és ennek több személyes soka is volt, amit most hát inkább nem részleteznék, de lényeg az, hogy itt vagyok, és innentől megint viszonylag rendszeresen fognak jönni az újabb anyagok. Mindjárt itt is van ez az apró kis dak az SMS-el jó voltából, amivel be is röffentem a csatorna őszi szezonját. Nekem ez egy amolyan első lesz, ugyanis régóta szeretnék a kezeim közé kaparintani egy róm, DAC szerelt elektronikát, és bizony az SMSL D1 is a gyártó egyik lapkájával lett szerelve. Mivel ez egy belépőszintű szintű konverter, ezért talán hát nem ez lesz az az eszköz, amely segítségével teljes körűen megismerhetjük a japán gyártó DAC a tudását, de biztos vagyok benne, hogy így is egy jó eszköz lesz ahhoz, hogy az AKM és az ISS által közrefogott számegyenesre el tudjuk helyezni őket. Nos, ez lesz a mai téma, a részletekkel pedig hamarosan folytatom. Mielőtt ráfordulnánk az SMS-el D1-re, nézzük meg, mit lehet tudni magáról a BD34352LKV DAC chipről és annak gyártójáról a Rome Corporation Limited egy japán félvezető gyártó, amelyet 1958-ban alapítottak kyoto -ban. A cég neve az ellenállás jele, azaz az R, és az ellenállás mértékegysége, azaz az Ohm összeolvadásából jött rétre. A ROM BD34352 LKV DAC chip a japán gyártó Audio IC termék palettájának, Music sorozat, premium, nagy felbontású audio DA konverterei között helyezkedik el, de a bd 3.4301 01 LKV-val ellentétben ezt az IC-t nem kifejezetten high-end megoldásokhoz készítette a gyártó, hanem ez inkább egy sokkal szélesebb körben felhasználható alternatíva. És szó szerint alternatíva, mert a D1-ben található 52 LKV, teljesen lábkompatibilis a 01 LKV-val, tehát elméletileg fel lehetne pimpelni a D1-est a fullos csíppel. Már ha lenne értelme, ugyanis a körítés legalább annyit számít, ha nem többet, mint maga a DAC chip. Minden esetre a high-end verzióhoz képest az 52 LKV csupán 1-2 decibellel szerényebb paraméterekkel rendelkezik, szóval a papíron nem olyan nagy a differencia a kettő között. A Róm által között információk alapján a 01 LKV a -ja, lágyabb, nyíltabb, csendesebb hangzást preferáló dakok számára lehet ideális, amíg a D1-ben is megtalálható 52 LKV inkább azoknak szól, akik a dinamikusabb, energikusabb előadásmódot kedvelik. Az sms D1 dobozában az eszközön kívül csak egy jó minőségűnek látszó USB kábelt találhatunk, na meg a használati utasítást. Az sms D1 külcsínyéről hát nem igazán tudok sokat beszélni, nyilván a megszokott fekete műszerdobozról van szó. Az előlap két szélén egy-egy kapacitív érintőgomb található, amelyekkel a bemenetek között lehet váltani, illetve be és kikapcsolni lehet az eszközt. Igazából egy kisebb pazarolnak érzem a két érintőgombot, hiszen az előbb felsorolt funkciókat akár egy gombbal is tökéletesen meg lehetne valósítani, de én leszek az utolsó ember a Földön, aki a dedikált funkciójú gombok ellen felszólal, szóval igazából ez egy pozitív észrevétel részemről. Az aktuálisan kiválasztott bemenetet egy-egy LED mutatja az előlapon, illetve azt is, hogy DSD vagy PCM formátumú-e a lejátszott forrás. A D1 nem távirányítható, de egy ilyen belépő szintű daknál ez nem is biztos, hogy túl sok felhasználónak fog majd hiányozni. A hátlapon egy pár RCA kimenetet találhattok, mellette a koaxiális és optikai digitális bemenetek, majd egy USB-C bemenet, valamint felette egy dedikált USB-C tábbemenet, ami mindenképpen pozitívum, hiszen a számítógépek általában borzasztó minőségű tápforrások, tehát egy kizajú tápegység használata mindenképpen előnyös lehet. Ez a DAC nem képes MQA tartalmak lejátszására, de személy szerint ez nekem nem is igazán hiányzik. Ami talán egy kicsit jobban, hogy DSD-t csak az USB bemeneten keresztül képes lejátszani, a koaxiális és optikai bemeneteken keresztül viszont még DOP-t sem játszik le. Sajnos a szétszedős rész ezúttal elmarad, ugyanis nem tudnám roncsolásmentesen megbontani a D1-est. A kapacitív érintő gombok elektródáit a gyártó belül az előlaphoz rögzítette, Viszont az előlapot rögzítő csavarokat eltakarja a frontra ragasztott plexi. Szóval ezt a plexit le kellene feszegetnem ahhoz, hogy hozzáférjek a csavarokhoz, és bár hát nem kokainárban mérik a D1-es, nekem így sincs szívem kárt tenni benne. Na, úgy meg nem hiszem, hogy túl sok látnivaló lenne, és a lényeg nagyjából látszódik is a stockfotókon. Szóval kanyarodjunk inkább rá a hangminőségre. A meghallgatáshoz a D1-eshez az iFi iPower 2 tápegységét használtam. Ha láttátok a kapcsolódó videómat, akkor bizonyára emlékeztek rá, hogy ennek a tápnak elég alacsony a zajpadlója, és csak egy rendesen megépített, és azért hát lényegesen drágább lineáris táppal tudtam megszorongatni. Ehhez az olcsó kis DAC-hoz ideális tápforrásnak tűnik. A lánc többi eleme a Kinky Studio exm M1 Plus erősítem, és a Fine Audio F502-es voltak, szóval a szokásos felállás. Ezeknél az olcsó dakoknál a különbségek, vagy más néven a delta általában nem túl nagy, független attól, hogy milyen csip köré épültek, de azért persze az alapvető hangkarakterben lehet eltérés. A D1 esetében sem tudok drámai dolgokról beszámolni, a hangkép teljesen rendben van, az arányok megfelelőnek tűnnek, nyilván 80 euróért azért ne várjunk csodákat, de alapvetően elég tisztességes hangja van a D1-esnek. Az árahoz képest kellő részletességgel és dinamikával szólal meg, az iPad lója elég alacsonyan van ahhoz, hogy a viszonylag érzékeny hangfalaimon sem hallottam semmi oda nem illő alapzajt. A hangkarakter szempontjából az AKM és az ESS között van, talán inkább egy kicsivel az AKM-hez közelebb. Nem olyan szuper részletes, ahogyan azt egy ESS daktól elvárnánk, de nem is olyan meleg a prezentációja, mint egy random AKM lapkának aki szeretne magának egy darabot mindkét világból, annak szerintem a Róm dakja egy egész jó kompromisszum. Egy szó mint száz, a D1-es megfelelő alapot szolgáltathat egy olcsó rendszerhez. Például itt van most nálam az AIMA A20, ami egy 10 éves jubileumi erősítő, és nagyon szépen dolgoztak együtt, sőt, még tudtam egyet csavarni a hangzáson és a melegebb irányba húzni a DAG karakterét azzal, hogy bekötöttem ugyanebbe a láncba az AIMA T20 elektroncsöves előerősítőjét is. Ezekkel a cuccokról amúgy nem sokára jön egy videó is. A lényeg az, hogy az ilyen erősítők és előfogók mellé szerintem ez egy elég jó párosítás. Na, nem mintha a Kinkivel nem szólt volna jól a D1-es, de azért a Kinki már megmutatja azt is, hogy ennyi pénzért csodát nem lehet vásárolni. De ne értsétek félre, ez egyáltalán nem a D1-es kritikája, csak rá szerettem volna világítani arra, hogy a helyén kell kezelni a dolgokat, és mindent arra használni, amire való. Egyébként mellé raktam a Kord mojo is, és Eléggé hasonló karakter a kettő, de persze a Mojo azért sokkal több részletet mutat meg a zenéből, és nagyobb kiterjedésű térben mozognak a zenészek is. De ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor azt mondanám, hogy egy kicsit hajaz a stílusa a Kord Mojora, csak hát lényegesen elnagyoltabban adja elő a D1-es a művészetét. Azt mindenképpen el kell ismerni, hogy egy ilyen olcsó cuccnál valószínűleg a Róm által javasolt referencia dizájn lett alapvetően megépítve, ami még egyszer, 80 euróért teljesen rendben van. Ebből fakadóan a ROM BD34352 LKV chipben biztosan van még potenciál, amelyet az SMS-el és más cégek is biztos vagyok benne, hogy kivis fognak aknázni a jövőben. Egy dologra azonban felhívnám a figyelmeteket, mégpedig, hogy a különböző fórumokon olvasható visszajelzések alapján az első szériás D1-eseknek az érintőgombos vezérlése egy kicsit hektikus lehet, amit elméletileg az SMS-el már javított is egy fönnvel frissítéssel, és én valóban semmilyen hasonló problémát nem tapasztaltam a nálam lévő a kapcsolatban. Mindenesetre, ha esetleg beleszaladnátok egy korai gyártású darabba, akkor érdemes egy fönvel frissítést csinálni rajta. Tehát összességében az sms d D egy becsületes iparos munkának tűnik na is. Ez az egyik első romdak csippel szerelt, megfizethető konverter a piacon. Én személy szerint örülök neki, ha nekünk hívistáknak egyel több választási lehetőségünk van. Ha szeretnétek támogatni a munkámat, illetve rendszeres támogatóként csatlakozni a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a szükséges linkeket. Ezeken felül lájkoljatok vagy diszlájkoljatok, iratkozzatok fel, ha ezt esetleg még nem tettétek meg, és Kommenteljetek is a videó alatt, vagy a csatornám Discord szerverén. Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, nem sokára újra jelentkezem.